Ismét egy programajánló, ELTE filmnap nem csak ELTÉseknek, Bak Marci és Bedics Dia, a szervezők a vendégeim. Na hát, csak sikerül kimondanom, ne haragudjatok. Hanyadik alkalommal kerül megrendezésre ez a filmnap? Köszönjük szépen a meghívást, ez a 8. ELTE filmnap lesz. Annó, amikor még kezdtétek, vagy hát kezdődött az ELTE filmnap nem csak ELTÉseknek, milyen elhatározásból kezdődött ez? Hát ezt nem mi kezdtük el, nem mi voltunk az első kettőnek a szervezői, úgyhogy ezt mi is csak így elbeszélés alapján tudjuk, de ez igazából egy ilyen kultúrmisszió, hogy minél szélesebb látókörű embereknek tudjunk egy széles látókörű programot javasolni vagy létrehozni. Ezt idén, Dia, milyen úton, módon teszitek majd meg? Hát, ezt a széles látókörű vételést. Idén ugye az idegenség témája köré szerveztük a programot, amiben ügyeltünk arra, hogy például okkult, vagy társadalmi, vagy kulturális idegenséggel foglalkozó filmeket vetítsünk majd a műsoron, és akkor remélhetőleg mindenki megtalálja kedvének megfelelő alkotást, és mindenki végignézi az összeset. És ez tök jó lesz. Ugye nem csak egy estés, hanem két nap, és egész napos lesz majd a filmnap? Hát déltől délig tart, és igen, 24 óra lesz, pár perc ilyen, de igen. A folyamatosan fog menni a film. Ugye a Toldiban lesz, hogyha mi lesz. Miért pont ezt választottátok helyszínnek? Hát az elején mindig váltogattuk a helyszínt, úgy gondoltuk, hogy kipróbálunk több helyet. Volt az Európa moziban, voltunk az Örök mozgóban, volt az Odeon Lloyd moziban, ezek közül már ugye kettő megszűnt, a harmadik átalakult. A Toldi az most negyedik éve már a helyszín, nagyon jó kapcsolatunk alakult ki az ottani emberekkel, úgyhogy nem merült fel egy ideje, hogy helyszínt váltsunk. Ugye 24 óra alatt igen sok filmet lehet megnézni. Milyen filmeket láthat a közönség, Dia? Hát többek között ugye a háttérben éppen az Én ördög és a csaj, aki meg fog halninak a trillere megy, vagy ugye a Liza Róka tündér, ami egy nagyon menő magyar alkotás, de ugyanúgy a Saul fiával is találkozhatnak az érdeklődők, vagy például a Mad Max-el, szóval nagyon műfajilag is, nagyon sokféle lesz, mint témában is. Na hát ugye tényleg ez is érdekes, hiszen nagyon sok műfaj, nagyon sokféle fajta film. Hogyan választjátok ki ezeket? Hát sajnos rá vagyunk kényszerítve, hogy csak olyan filmeket játszunk, vagy vetítsünk ezen a filmnapon, amiknek van még érvényes vetítési joga Magyarországon, tehát az elmúlt pár évben itthon moziba került filmek közül tudunk válogatni. Minden évben próbálunk egy aktuális témát választani, amihez meg tudjuk keresni a megfelelő filmeket. Úgyhogy megnézzük, hogy mik az opciók, mik azok, amik elérhetők, és akkor így a lehetőségekből folyton szűkül, és így áll össze a végleges program. Mikor és hol lesz, akkor még egyszer mondjuk el. Február 13-án déltől 14-éig délig a Toldi moziban. Na hát, de kívánom nektek, hogy minél több ember menjen el. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Na és van nekünk egy nyereményjátékunk is, hiszen hoztatok két belépőt az ELTE filmnapra, ugye, ami február 13 és 14-én lesz, és akkor hát mi lesz a kérdés, amivel megnyerhetik, hogyha helyesen válaszolnak rá? Az a kérdés, hogy a filmnap idei programjában vetített 12 film közül melyik az a kettő, amelyik az idei Oscar-gálán díjért versenyzik. Ezt akkor a magazin@fixhd.tv-re küldhetitek el, és akkor, ha helyesen válaszoltak, ki is sorsoljuk majd gyorsan ezt a két jegyet, aztán hétvégén mehettek moziba. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.